Én nem akarom elhagyni ezt az országot. Én egy olyan országban akarok élni, ahol a velem egykorú, pályakezdő fiataloknak lehetősége van a szakmájukban tisztességes bérért dolgozni, ahol az egzisztencia megteremtésének nem az az egyetlen módja, hogy elhagyjam szülőhazám, és csatlakozzak valamelyik gazdaságilag fejlettebb ország egyre növekvő magyar kolóniájához. És van még egy vágyam. Azoktól, a magyar fiataloktól szeretném megtanulni, itt Csonka Magyarországon, az idegen nyelveket, akik most ott szurkoltak sportolóinknak a londoni olimpián, és nem tértek az a Magyarországra. Mivel a 2014-es, a Jobbik győzelmét hozó választások után ők is hazajönnek Magyarországra, mert hívja őket a Kárpát-medence, és egy szebb jövő. Azon gondolkoztam az elmúlt héten, hogy vajon egyáltalán mi értelme van egy ilyen életmenetének? Miért is jönnek ki az emberek az utcára? Mi ellen tiltakozunk tulajdonképpen, vagy mit akarunk demonstrálni egy ilyen menettel? Olvasgattam a különböző hírportálokon a kommenteket, és sokan szkeptikusak voltak, hogy egyáltalán kell-e még nekünk menetelni, kell az utcára vonulni. Én is ezen gondolkoztam, amikor egyszer csak a tévéhíradóban megláttam egy tanévnyitót, egy egyetemi tanévnyitót, ami az egyik legkifejezőbb jelképpé vált számomra mindarról, hogy mi is a magyar politika. A kép a következő volt, ugyanígy, mint ahogy én most itt szónokolok nektek, töltetesen az ország miniszterelnöke szónokolt egy nagy tömeghez, mint kiderült, ugye már fél órával előbb oda állított egyetemistákról volt szó, akik a kb. 45 fokos hőségben vigyázban álltak. A miniszterelnök szónokolt, a politikusok és az egyéb vezetők egy hűvös tető alatt ülve és nem állva követték az eseményeket. És miközben úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben, ugye az ország nagy sikereiről folyt a beszéd, a politikusok, a közéleti szereplők ugye beszéltek a hallgatókhoz, aközben ugye meglehetősen drámai módon estek össze sorra, és ájultak el az emberek. Szóval hihetetlenül erőteljes jelképként, ugye mindenki úgy csinált, mint hogyha mi sem történt volna, mint hogyha minden a legnagyobb rendben lenne, miközben az emberek sorra dőlnek ki. Ez egy hihetetlenül erős jelkép volt nekem, és úgy éreztem, hogy hát ezért jövünk ki az utcára, hogyha semmi másért, akkor azért, hogy ne csináljunk már úgy, minthogyha minden a lehető legnagyobb rendben lenne. A nagyobb közösségekben, a nagyobb városokban, ahol a liberális gondolat már sokkal szélesebb körben elterjedt. A mi feladatunk az, kedves magyar testvéreim, hogy megakadályozzuk ezeket a folyamatokat, és Magyarországot ismét egy felszálló pályára állítsuk. Ne csak magyarul beszéljünk, hanem magyarul is gondolkodjunk. Tegyünk azért, hogy a Kárpát-medencében ismét egyre több magyar gyermek szülessen. A föld legyen azé, aki megműveli, a Kárpát-medencét pedig szüljük tele magyar gyermekekkel, mert a Kárpát-medence akkor lesz a miénk, hogyha lesz itt elegendő magyar. A beígért 1 millió munkahely létrejötte lenne az egyik kiút a válságból. Nem az a megoldás, hogy elmegy, aki teheti, Európa más országaiba munkát vállalni. Szétszakadt családok, idegenként családjuktól távol élő fiatalok? Ez nem lehet az ország jövője. Ha elmennek a fiatalok, ki fog itthon gyermeket vállalni? Itt a hazánkban kellene, hogy minden magyar megtalálja a helyét, a számítását, hogy kialakuljon jövőkép arról, hogy itt érdemes élni, családot alapítani. Ez az egyetlen út a magyarság fennmaradásához. Nagyon sokan fanyalognak ebben az országban, nagyon sokan elégedetlenek ebben az országban, nagyon sokan bosszankodnak ebben az országban, de nagyon sokan nem akarnak tenni semmit. És nagyon sokan vannak úgy, hogy várják, hogy a sült galamb majd az ölükbe hullik. És sokan szokták mondani, hogy minek menjek ki tüntetni, hát semmi értelme. Hát ha nem megy ki, ha mindenki így gondolkodik, ha mindig visszabújunk a kis oduinkba, ha félünk, ha nem merjük vállalni, még a saját érdekeinket sem, még a saját életünk védelmét sem, még a saját szeretteink megvédését sem, akkor ne is várjunk eredményt. Úgyhogy én ezzel a megfontolással köszöntöm még egyszer különös nagy szeretettel, akik itt vannak,
ők az aranytartalék, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem az Új Magyar Gárda mozgalom jelenlévő tagjait, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom tagjait, és mindazon nemzeti szervezetek, gárdista közösségek tagjait, akik velünk vannak, a Magyar Nemzeti Gárda képviselőit is. Ugyanis a nemzeti oldalnak, amelyet olyan sokszor és olyan komoly erővel próbálnak szétverni, ebben a jelenlegi időszakban nagyon fontos összefognia, összetartania, elfogadni azokat az árnyalatbeli különbségeket, amelyek ugyan közöttünk meglehetnek, megvannak, de mindig szem előtt tartva azt, hogy a célunk viszont közös. Ez a cél pedig nem más, mint az, hogy Magyarország a magyaroké legyen. A magyar életet minden szempontból támogatni kell. Meg kell mondani a fiataloknak, hogy maradjanak itthon, mert lesz magyar jövendő. Ha még ha most ez nehéznek is tűnik, lesz itt Magyarországon megélhetés, lesz itt közbiztonság. Ez volt az üzenete a mai tüntetésnek. Én nagyon remélem, hogy Veszprém népe velünk együtt tüntetett lélekben, ha bár jó páran kijöttek közénk is, itt voltak velünk. Úgyhogy remélem, hogy ez az üzenet ez a mindennapjaik részévé fog válni. A Jobbiknak, nekem, önöknek nem az a bajunk a cigánysággal, vagy a cigányság jelentős részével, hogy más színű a bőre, vagy más szokásai vannak. Az a bajunk, hogy ez a mi országunk, ez Magyarország, és ők az itt lévő szabályokhoz, törvényekhez, normákhoz nem akarnak igazodni. Ez a problémánk. És érezzük azt, hogy van biztonság ebben az országban. És most megint hagy idézzem fel a néhány percekkel ezelőtti mécses gyújtást. Hogy itt Veszprémben, ebben a polgári városban is megtörténhet ilyen. És nagyon helyesen mondta Morvai Krisztina, amikor a közbiztonságról beszélt, hogy én óva intenék mindenkit itt a Dunántúlon, a béke néhány szigetén, hogy úgy gondolja, hogy ez nem az ő problémája. Ez a probléma terjed. És aki ma még úgy érzi, hogy ő ettől a problémától mentes területen él, az lehet, hogy holnap már sokkolni, azt már lehet, hogy holnap sokkolni fogja a valóság. Adjátok vissza az iskoláinkat, a kórházainkat, a munkahelyünket, adjátok vissza a reményt, amit elvetettek tőlünk. És ha nem adjátok vissza, akkor vissza fogjuk venni. Akkor mi fogjuk visszavenni, mert Magyarország a magyaroké, és ez így is fog maradni. Nagyon büszkék vagyunk a Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei alapszervezeteire, akik a mai napon megszervezték itt ebben a polgári megyeszékhelyen a magyar élet menetének a veszprémi állomását. És azért volt nagyon fontos, hogy ebben a városban is felvonuljanak a jobbikosok, 64 vármegyések, gárdisták, hogy megmutassuk ennek a polgári város lakosainak, hogy a Jobbik őértük is küzd, és azok a problémák, amikkel lehet, hogy még a mai napon Veszprémben nem mindennaposan lehet találkozni, de Kelet-Magyarországon vagy az ország más részeiben már igen. Ez a magyar életben megmaradást veszélyeztető jelenségek előbb-utóbb ide is beteszik a lábukat, ugyanúgy, mint a közbiztonság megroppanása, a cigánybűnözés elterjedése. Itt ugyebár pont mécses gyújtottunk Márián Kozma emlékére, amely gyilkosság itt a városban történt, vagy akár a Fidesz kormány gazdasági tombolása, a gazdaság mélyrepülése és a tömegessé váló kivándorlás ellen emelte fel a Jobbik a szavát. Egy történettel kezdeném, ami megmagyarázza azt is, hogy miért olyan nagyon fontos nekem ez a mai életmenete, ami a második ma már, mert Veszprémben is voltunk, nagyon szép és nagyon felemelő élmény volt. A történetet egy kisgyerekről hallottam, egy kisiskolástól, aki elmesélte, hogy milyen nagyon furcsa volt az ő évnyitójuk idén. Mert hogy egy kormánypárti politikus bácsi tett látogatást az iskolában a tanévnyitón, és ott sokaknak olyan rosszul esett, hogy a tanítónénik nagy idegesen, lázasan rendezgették a gyerekek sorait, át kellett mindent rendezni, mégpedig úgy, hogy csak a legszebb gyerekek legyenek a politikus bácsi körül, a legjobban öltözöttek és a legjobban viselkedők. És ez a történet nekem azt üzeni, ez egy nagyon erős szimbólum, nem tudom, hogy ti is érzitek-e ez a történet. Erről szól a magyar politika, tehát egy folyamatos, mesterséges látszatkeltés és egy kettősség. Tehát, hogy a politika, a nyilvánosság, a média, az valami egészen mást közvetít, mint ami a valóság. 2012-ben Kelet-Magyarországnak, Nyugat-Magyarországnak is tudni kell azt, hogy 24. órában vagyunk, ha bár ezt évek óta mondjuk, de most már az utolsó percekben, és minden
alkalmat meg kell ragadni, hogy figyelmeztessük, fölhívjuk az emberek figyelmét arra a magyar élet menetével, hogy Magyarországról van szó, a magyar földről, a magyar vízkincsről és a magyar embereknek a létezéséről. Az történt, hogy 2 év után most, augusztus végével Magyarországon megszűnt egy biztosi intézmény. Ez önmagában nem egy baj, tehát minél több, azt mondják, hogy a vizsgálóbizottság, minél több a különböző biztos, meg szakértő, annál inkább elvész a lényeg. Azonban itt nem akármilyen feladatkör szűnt meg, és nem akármilyen indokolással. Ez a felháborító, és ez, ami ellen fel kell emelni a szavunkat. Mert Budai Gyula most azt mondta Lázár Jánossal együtt, hogy sikertörténetként lezárjuk az elszámoltatást, amit lehetett, megtettünk. Több 1400 ügyben nyomoztunk, jelentéseket készítettünk, előterjesztéseket tettünk az ügyészség felé, a rendőrség felé, mossuk kezeinket, hátradőlünk és nézünk a jövőbe. Már majdnem, hogy azt mondják, hogy a szebb jövő felé. De hát hogy lehet úgy a szebb jövő felé nézni, hogy a múlt bűneinek a guanó rétegei egymásra rakódnak, és ezeken a rétegeken épülnek, növekednek az újabb bűnök? Mert azért ezt a Fidesz kormányprogramjából és a kormányprogramban is ők leírták, hogy maffiaszerű csoportok uralták az államszervezetet. Bűnszervezetek vették át az irányítást a közpénzek felett, és tudjuk nagyon jól, hogy így volt. És akkor tegyük fel a kérdést, és fel is fogom tenni holnap a kérdést miniszterelnökünknek, hogy hol vannak ezek a szervezetek, ezek a bűnszervezetek? Hallott valaki arról, hogy börtönben van bárki a bűnszervezetek közül? Hallott valaki arról, hogy egyetlen miniszter vagy állami vezetőnek igazán szembe kellett nézni azzal az érzéssel, amivel Vona Gábor többször már ugye megfenyegette őket? Nekem ez egy fontos útmutatás ez a mondat, hogy amennyiben élenik az elszámoltatásért felelős ember, akkor önök ugye most nem a parlamentben ülnének, hanem már a börtönben. Én nagyon szeretném tartani magam ehhez. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy veszni hagyjuk magyarhont, a jövőnket. Most mindennél fontosabb, hogy létrejöjjön egy nemzeti összefogás és formáló akarat, amely a változást méltó módon képviselő szervezet zászlaja alá sereglik. Egy szervezet, amely nem fél az igazságtól, annak kimondásától és képviseletétől is. Egy szervezet, ami képviseli a keresztény erkölcsöt, állampolgárait, nem feledkezik el feladatáról, és nem borul le mammon a kapzsiság démona elé. Magyar emberek vagyunk. Magyarországot szeretjük, büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, és ezen a földön szeretnénk élni. Nekik ez nem tetszik valójában. Csak könnyű azt mondani ránk, hogy ezek ilyen-olyan szélsőségek, ezekkel még szóba sem kell állni, és tüntetni kell ellenük. Ez a könnyebb megoldás. De akkor azt is tegyék hozzá, hogy ők a magyar élet ellen vannak, a magyar élet ellen tüntetnek, és például támogatnák az IMF-et, az IMF diktátumait. Tehát amikor például az MSZP egyre nagyobb magabiztossággal, egyre szemtelenebbül beszél arról, hogy hogyan kellene Magyarországot kihozni a problémákból, azokból a problémákból, amelyeknek nagy részét ő maga okozta, akkor azért ne felejtsük el, hogy az MSZP teli pofával követelte az IMF Magyarországra érkezését és a vele való szerződéskötést. Azzal az IMF-fel, amelyik ugye a nyugdíjakat szeretné csökkenteni, a nyugdíjkorhatárt növelni, leépítéseket, megszorításokat, és hogyha valakinek adni kell valamit, akkor azok pedig a bankok legyenek. Ez az MSZP programja, meg a DK-é. 1960-ban, 60-hoz mérten, mára a GDP-nk, ami egy külön történet persze, hogy mit mutat, de most ezt felejtsük el, 4-szeresére nőtt. 52 év alatt. A reálbéreink a 1,5-szeresére. Hol van a különbözet? Hol van a különbözet? 4-szer annyit termelünk elvileg, és 1,5-szer annyit keresünk, 1,5-szer keresünk csak többet. 1960-hoz képest. Gondoljanak bele. Hát ez a különbözet, elmondom, hogy hol van. Ezt viszik ki a multik, és ezt lopják el a politikusaink. Ez az a különbözet, amit nem lehet letagadni, erről nem lehet mellé beszélni, mert ezek számok, tények. Fidesz ígéreteinek az ellenkezője valósult meg. És ebben a pillanatban a magyar élet menetén itt Székesfehérváron ugyanazt ki fogom mondani, amit Veszprémben is kimondtam, hogy a Fidesz és az MSZP az elmúlt 22 évben közösen, közös felelősséggel és közös cselekedetekkel, tettekkel tették tönkre Magyarországot. És ezáltal mind a ketten közösen méltatlanná váltak arra, hogy ezt az országot irányítsák.